mikor ezt a lakást elkezdtük összerakni, akkor azt mondtam Andikának, hogy legyen a nappaliban egy olyan rész, ahol csak a gyűjteményem van. Nagyon örül. Igen, nagyon szép. A dizájn nagyon... Tiszta minimál, most miről beszélsz? Tényleg nagyon szépek. Egyébként ennek a története röviden annyi, hogy mikor kicsi voltam, anyukámnak ment ez az anime itthon, a Dragon Ball, és én imádtam, amikor iskolában megérkeztünk, akkor mindig néztük a televízióban, és akkor emlékszem, hogy ilyen kis pici figurák megjelentek, nem sok, pontosabban megmutatom, ezek jelentek meg itthon, ezek a sorok, és hát nem voltunk, inkább úgy fogalmaznék, hogy eléggé csorok voltunk, tehát szegények voltunk, és nem, hogy játékaim nem voltak, annak örültünk, hogyha van. Anyám mégis összet egy darab figur, egy ilyen songó hajjal, van egy ott van, ami így felteszi a kezét. Az a figura. Vett egyet, és akkor azt kaptam tőle karácsonyra. Azt hiszem, akkor se volt olcsó, abban az időben azt hiszem 2500 forint volt. Nem, 1790, igen. És akkor emlékszem, megfogadta anyukámnak, hogyha felnőtt leszek, és gazdag ember leszek, sok pénzem lesz, akkor én majd megveszem, és begyűjtöm az összeset. És akkor anyukámnak tisztán emlékszem, megölelt, és mondta, hogy fiam, legyen így. És hát sajnos ezt már nem élhette meg. És abból a szes, és vannak dobozosok is. És tudjátok, az az izgalmas ebben, hogy a dobozok, amit hátul láttok, az 1989-es. 1989. Úgy ütemény. Eszmély értéke felbecsülhetetlen, egyébként is elég értékes gyűjtői darabok ezek, hiszen utána rájöttem, hogy ezeket a figurákat folytatták kint Japánban, és ezek a sorok, amiket itt láttok, ezek mind-mind a folytatásai. Ezek mind kézzel festettek, és a dobozokon az is rajta van, hogy ki festette őket. Szóval, amikor Andikának hozom haza ezeket a dobozokat, mindig bácsi, ő az, aki. És amikor kijövök, elkészítem a kávémat, akkor utána az az első dolgom, hogy felkapcsolom ezt a kis LED fényt bent, és megnézem a figuráimat, mert ez mindig ad egy ilyen napi motivációt.